Kunkapu kiállítás, felújítási munkálatok kezdődtek, piaci körkép elkészült a teniszpálya Tiszafüreden. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. október 14-én 18 óra 5 perckor. A Berekfürdői Bod László Művelődési Házban dr. Eskovács Ilona etnográfus, a Nagykunsági Népművészeti Egyesület elnöke nyitotta meg a Kunkapu kiállítást, amelyen jeles kunsági fafaragók népművészek munkái láthatóak. Karcagon a 19. század utolsó harmadában a vésett díszű fedeles kunkapu, a faragott nagy kapuoszlopok sok helyen megtalálhatóak voltak, ma már csak elvétve látni ilyet. Én úgy gondolom, hogy ennek a kapunak már a legelső kiállításon Karcagon ott lett volna a helye, de ebben az évben készült el Andrássy Mihály népi iparművész, az egyesületünk legtehetségesebb faragója készítette. Országos pályázat, Kapoli Antal országos fafaragó pályázaton kapott külön díjat, ami azt jelenti, hogy a hagyományok háza az ő alkotását tekintette a legmaradandóbbnak, legszebbnek, ami nem véletlen, hiszen mi a Kunkapuval egy új nagykunságra jellemző, különösen Karcagra jellemző népművészeti stílust ismertettünk meg nem csak a nagykunság, hanem az egész világ érdeklődő közönségével, és hát ez lesz most már a zászlóvivő. Kérdés, hogy a hosszú sok-sok kiállítás után vajon vándorolni fog-e még a Kunkapu kiállítás, hiszen már bemutattuk Karcagon, Kisőszálláson, Turkevén, Kunhegyesen, Kunmadarason. Nagyon fontos, hogy minél több új kunkapu legyen, hiszen az 1990-es években ezek elfogytak. Sok évvel ezelőtt már készítettek, pontosan itt a Könyvtár és Művelődési Háznak a kapuja is egy kunkapu. A kiállítás egyébként ismétli anyagában, fényképeiben, faragványaiban a korábbi kiállításokat, de ez a gyönyörűséges kapu mégis újdonság, és nagyon remélem, hogy vonzani fogja a látogatókat, lehet tanulni. Az a minimum, hogy őrizzük a hagyományunkat oly módon, hogy nem vas, meg műanyag, meg akármilyen beton kerítéseket csinálunk és kapukat, hanem gyönyörű, olyan fafaragott kapukat, mint az őseink csináltak több mint 100 év óta. Györfi Sándor Kossuth Díaz szobrászművész a főtéren álló Németh Gyula szobornál lévő bronzba öntött kunkapu inspirálta az építtetőket, azóta születtek új kapuk Karcagon. Dr. Eskovács Ilona Kunkapuk című kötetében nem csak a kapuk eredetéről ír, hanem rajzokat, fotókat is közöl. Ezek alapján kezdték el az egyesület fafaragói elkészíteni a makett kunkapukat a jellegzetes mintákkal. Remélem, hogy a könyvemet is, amit a kunkapuról írtam, haszonnal forgatják, bár már szinte eladni nem tudunk, mert nincs mit, elfogyott a kunkapu könyvünk, de remélem, hogy ami közkézen forog meg ugye a nagykunsági könyvtárakba, az bárki megnézheti, és abból ötletet meríthet, mert annál szebb minta, mint ami a kunkapum van, itt a nagykunságban nincs. Ezek a faragott minták, a vízszintes bordázat, az előlapnak a gyönyörű dísze, az oromdísz és a többi, ennél szebb nincs, úgy érzem. Ezek mellett a kiállításon látható fotók a régi kapukról, valamint mézes kalácsból és kerámiából készült kapu is, az egyesület alkotóművészei által. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola Kálvin út 2-es szám alatti épülete udvarán munkálatok zajlanak. Mi történik pontosan? Erről kérdeztük Koncz Tibor, esperest. Lebontásra került a régi épület, ami egy időben szenes volt, fáskamra, aztán később raktár. A vizes blokkot is teljesen lebontják, és egy új, vadonatúj vizes blokkot, öltözőt és egy szak előadót építenek. A legrégebbi épületünk, tehát nyilván az ősi
iskola. A másik két épületen már nagyon sokszor volt felújítás, eleve a Varró 4-es az egy újabb építésű, úgyhogy itt volt az ideje, hogy valamit kezdjünk a Calvin 2-nek az épületével. A legnagyobb gondokat akarjuk megoldani, a legnagyobb problémánk a vizes blokk, és a vizes blokknak a mai modern kultúrált formájában való kiépítése, úgyhogy egy pályázatot, amit nem most, hanem régebben nyertünk meg, azt átgondoltuk, és egy olyan tervet készítettünk, és egy olyan koncepciót tettünk össze, aminek a középpontjában itt lehet látni, hogy a Városháza felüli oldala lesz a iskolának. Egyrészt lebontva, másrészt pedig egy új szárnyal kibővítve. Tehát amit fognak majd látni a kedves televízió nézők, vagy akik erre járnak, hogy a mögöttem lévő és már megbontásra került régi épületet, ami egy időben szenes volt, fás kamra, aztán később raktár, azt teljesen lebontjuk nullára. Itt a vizes blokkot is teljesen lebontjuk, és egy új vadonatúj vizes blokkot, öltözőt és egy szakelőadót fogunk építeni. Ami többlete ennek az új épületnek nem csak az, hogy nyilván a legmodernebb technológia, hanem gondolunk a megújuló energiára is, és terveztettünk napelemeket. Nem volt egyszerű engedélyeztetni, de sikerült, és hálások is vagyunk érte. Úgyhogy megpróbáljuk a 21. századba átfordítani ezt az egyébként 200 éves épületet ezzel az új szárnyal. A további gondolatunk az, hogy a Calvin utca felüli részen leszedjük a tetőt, oda is megpróbálunk majd tenni napelemet. A tervük szerint a pálya zöld színű lesz, azért, hogy egy kicsit azt éreztessük, kompenzáljuk az aszfaltot. A zöld szín az mégis valahogy a környezethez való visszavitelt jelenti. Ezt a sportpályát, sportudvart teljesen fölszedjük, illetve rekordtán pályát alakítunk ki, és amit mellettem van, ez a kosárpálya, azt is megpróbáljuk rekordtán anyaggal lefedni, tehát hogy egy kicsit olyan otthonosabb legyen, meg egy kicsit a beton és az aszfalt dzsungelből a gyerekeket közelebb hozzuk a mostani modern világhoz. Nyilván kényelmesebb lesz, nem fognak, ha nehogy Isten elesnének, nem fognak ütődni. Nagyon szép modern épületrész lesz itt, tehát a szép érzéküket is fogja növelni. A tervünk szerint ez a pálya például zöld színű lesz, azért, hogy egy kicsit azt éreztessük, mert a két jár az tudja, hogy itt valóban minden az épület, és a beton meg az aszfalt hatását kelti, tehát egy ilyen épített környezet, amit ezzel tudunk egy kicsit kompenzálni, hogy a zöld szín az mégis valahogy a környezethez való visszavitelt jelenti, és a továbbiakban pedig szeretnénk majd ágyásokat tenni, de ilyen mesterséges kis ágyásokat, ahol majd kertészkedhetnek. Tehát egy kicsit megpróbáljuk valóban koncepciózus módon átgondolni, hogy a gyerekeknek legyen egy abszolút belvárosi környezetben is valami tapasztalásuk az egyébként csodálatos környezetünkből. Mivel a beruházás késéssel tudott elindulni, így jövő május környékére várható, hogy kész lesz. Most a gyerekektől az udvar egy részét elvették, de a végeredmény megéri. Nyilván igyekszünk, mert az árak azért nem kíméletesek hozzánk, tehát pörgetjük, ahogy lehet, a kivitelező erre nagyon-nagyon rá fog feküdni. Másrészt pedig itt körbe van véve már egy rész ennek az udvarnak, ezt elvettük az iskolától, természetesen ez is kellemetlen. Itt van egy konténer, WC, azt csináltuk meg, most a fűtést fogjuk átalakítani, kihozzuk, mert a hátsó részben van a kazán, kihozzuk egy önálló részre, megint el fogunk majd vele foglalni területet, tehát nyilván nem a legideálisabb, de azt hiszem a célért érdemes. Ha kész a Calvin 2, a Calvin 5 udvarát is szeretnék rendbe tenni. A Calvin 5-ös udvarára oda tervezünk egy műfős pályát, hiszen a gyerekeinknek ott nagyon-nagyon komoly akadályok vannak, hogy tudjanak mozogni, hiszen ott vannak
olyan fák, amik már sajnos tényleg életveszélyesek. Amúgy is hozzá kell nyúlni, de akkor már ezzel együtt gondoljuk megalkotni. Itt a óvodánál is tervezünk egy ovi foci pályát megcsinálni, mert erre is van igény, erre be is adtunk egy pályázatot, meg az önrészt is már befizettük, úgyhogy ha minden igaz, a jó Isten megsegít, akkor jövőre ebből lesz valami. Ez a műfőves pálya, ez ami a legnagyobb kihívás számomra. Én azt hiszem, hogy jövő őszre az át fog tevődni, de ott is egy fejlesztést akarunk csinálni, és akkor a harmadik pedig azért a Varró négyet se hagyjuk ki. Én ott szeretném azt elérni, hogy több, legalább zöld hatású a környezethez valóban közelítő része legyen annak az udvarnak, úgyhogy ott is valószínűleg, hogy magas ágyásokat fogunk tenni, és akkor ott próbáljuk majd a gyerekeket egy kicsit, a kicsiket is ránevelni arra, hogy főleg most azt hiszem, hogy ebben a világban újra visszajön az öntevékeny termesztésnek a világa, hogy hát ha ott valamit majd, akár zöldséget, akár virágot tudnak majd ültetni, tudnak gondozni. Úgyhogy vannak koncepcióink, ami a jövőre nézve megváltoztatják a profilját, az arculatát az iskoláknak, és persze hát a középiskolákhoz meg megint egy másik történet. A karcagi vásárcsarnokban érdeklődtünk a vevőktől, hogy milyen és mennyi idény jellegű gyümölcsöt és zöldséget vásárolnak, milyen különbségeket vélnek felfedezni az árak tekintetében a tavalyi évhez képest. Miket vásárol a piacon zöldségből, gyümölcsből? Hát, mondjuk szőlőt, almát, ilyesmit tegnap ettem, szilvát, ma most más. Milyen mennyiséget szokott ezekből általában? Hát mi ketten vagyunk a férjemmel, egy-egy kilót szinte mindenfél évből, úgyhogy. Fogyasztásra vagy befőzni is szokott ilyenkor nyár végén? Hát szoktam, de már azon túl vagyok, úgyhogy már csak a... Mindig csak annyit vesz, amennyit éppen fogyasztanak, vagy esetleg egy kicsit többet is vásárol a termékből? Hát annyit vásárolok, hogy a héten akkor ne kelljen még egyszer vennem, úgyhogy... Jó. Zöldségekből esetleg? Hát abból annyit szoktam, amennyit. És miket vásárol? Karfiolt, kelkáposztát, édeskáposztát, zöldséget rendesen, sárgarépát, paradicsomot. Miket vásárol ilyenkor őszvégén a piacon? Én krumplit vásároltam, árvácskát, krumplit már télire veszem meg, hogy ugye drágaság lesz, és megveszem ilyenkor, úgyhogy nekem egész évre meg lesz. Ez akkor elővigyázatosságból? Igen. Nem panaszkodok, mert nyugdíjas vagyok, de én nem panaszkodok, kedves. Úgyhogy meg tudom venni, de viszont ez csak azért, hogy ilyenkor olcsóbb már, mint télen, meg tavasszal. Mennyivel mentek esetleg följebb a tavalyi évhez képest a zöldséggyümölcsára? Nagyon fölment, több, mint duplája, szívem. Több, mint duplája. Említett, hogy zöldségekből mit vásárol, és a gyümölcsökkel hogyan áll? A gyümölcsöket is nekem is terem otthon, meg azt is megszoktam, ami alma, körte, ezeket megvásárolom. Van egy nagy alsókonyhám, és akkor ott tárolom. Milyen mennyiségeket szoktatok ilyenkor zöldségből, gyümölcsből, és miket vásárolni? Hát ez változó, szezonnak megfelelően veszünk gyümölcsöket. Most éppen mit vettél az almán kívül? Hát szerintem még körbenézünk, és még gyümölcsöt, szőlőt, szilvát. Zöldségekből? Azt is úgy változatosan. Minden. Általában egy adott hétvégére egy nagy főzésre valót vásárolsz, vagy hogy mondjuk több napig kitartson? Hát adott hétvégére inkább. Frissen. Mit szólsz az árakhoz? Hát az fenomen, az nagyon, hát el vannak szállva, úgy mondom. A tavalyi évhez képest? Nagyon, nagyon drága, sokrőt drágább. Igazából csak csipegetnek, mert olyan drágaság van, hogy borzasztó. Az mit jelent a tavalyi évhez képest? Hát egy ilyen 35-40%. Zöldséggyümölcsből egyaránt? Zöldséggyümölcsből, igen. Ha vásárolnak, milyen mennyiséget vásárolnak, és mikből? Hát sárgarépa, egy-két sárgarépa, egy-két zöldség, fél kiló körte, alma, szőlő, tehát ilyen nem az a, mint tavaly, hogy több kilószámra el tudtuk adni. Pontosan ez a kérdés, hogy mi a tapasztalat, hogy egy adott főzési mennyiséget vásárolnak, vagy tartalékolnak is pár napra? A tartalékolnak.
úgy gondolom. Most mi a kelendő? Hát már most igazából kiment a szezonja mindennek, már most az alma körte szezon lesz, akkor szilva szezon, az is már lassan a vége fele jár. Abból hál' Istennek viszegettek. Így igazából a zöldárút nem nagyon viszik, mert a karfiol is például már most 1000 forintot megközelítette, a paradicsom is. Pályázati forrásból készült el Tiszafüreden az új kültéri teniszpálya. Folyamatosan bővül a szabadidő eltöltését szolgáló létesítmények és szolgáltatások köre Tiszafüreden, kezdte beszédét F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette, ha valaki megkérdezi, mit lehet csinálni Tiszafüreden, a válasz egyszerű, mindent, csak nem unatkozni. Néhány évtizeddel ezelőtt megkérdezték tőlem, hogy hova érdemes itt a környéken elmenni, kicsit nyaralni, szórakozni, szabadidőt eltölteni, és akkor mondtam, hogy Tiszatóba hova, mondtam, hogy Tiszafüred, Abátszolók, és megkérdezték, hogy mit lehet itt csinálni. És ez 25 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy hát lehet horgászni. Mondták, jó, és még? Lehet csónakázni. Lehet fürdeni a Tiszába. És ahogy teltek az évek, egyre több mindent lehetett felsorolni, hogy mit is lehet itt a Tiszánál, a Tiszatónál csinálni. Milyen tevékenységeket, milyen kikapcsolódást, milyen szórakozást lehet itt tűzni. És már eljutottunk odáig, hogy egyszerűbb, hogyha azt kérdezik, hogy mi az, amit itt nem lehet csinálni. Sokkal egyszerűbb, hogyha ebből a szemszögből közelítjük meg az itteni fejlődést. Egy dolgot biztos nem lehet csinálni, ha valaki idejön és jó idő van, de még rossz időben is unatkozni. Hiszen ez a környék annyi lehetőséget tud nyújtani az ide jövő, kikapcsolódni vágyó idősebbeknek, fiataloknak, kisgyermekes családoknak, hogy felsorolni is nehéz. Az átadó ünnepségen Újvári Imre megjegyezte, idén eddig 800 millió forint értékben nyertek támogatást a város pályázatai, és további 1 milliárd forintot is meghaladó összegben benyújtott pályázati kérelmek várnak elbírálásra. Ez egy örömteli nap számunkra, hiszen több olyan beruházásunk végére értünk, amelyek növelik az itt élő lakosok életminőségének színvonalát, de az idejekező turisták számára is élvezetet jelentenek, hiszen itt a Szabadstrandon több olyan sportfunkciójú objektumot is létrehoztunk az elmúlt években, amelyeknek köszönhetően a szabadidő eltöltése tartalmasabbá vált. Ugye, aki egy Szabadstrandra érkezik, annak az első gondolata az, hogy itt csak fürdeni lehet, vagy a büfében enni egy jót, esetleg kerékpározni. De azért felvetődött az ötlet a képviselőtestületben, hogy mi lenne, hogyha itt a Tisza partján, a Szabadstrand mellett létrehoznánk egy kisebb sportkomplexumot. És ez kezdődött egy kondiparkkal, egy multifunkciós sportpályával, és most kibővült két új műfüves teniszpályával. Ahogy az előzményeket kollégám említette, az elmúlt években nagyon jó kapcsolatot sikerült kiépítenünk a országos sportszövetségekkel, a labdarúgó szövetséggel, kézilabda szövetséggel, kajakkenu szövetséggel, a tenisz szövetséggel, amelynek eredményeképpen minden egyes kapcsolatnak az lett a vége, hogy egy-egy új sportlétesítmény jöhetett létre, vagy korábbi rossz állapotú sportpálya újulhatott meg. Ennek köszönhetően nem csak a turisták élvezhetik ezeknek a áldásos előnyeit, hanem a tiszafüredi gyermekek és a tiszafüredi lakosok is minőségi körülmények között tölthetik el a szabadidőt. Ugye többször hallottuk már, hogy a szabadidő minőségi eltöltésére mennyire fontos koncentrálni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!